Elérkeztünk ide az utolsó pályáig, ez itt az Ill Deal, és ahogy látjuk itt a foglalatokat, ott van az a zöld foglalat, itt lehet megszerezni a zöld drága követ. Vágjunk is bele! Oké, egy új típusú pályára érkezünk mi, ez itt a csatorna rendszeres pálya, nagyon komoly. Itt már is mutatja a játék, ha elpörgöm, akkor az egyik propellert így ki lehetett iktatni és nyugodtan átcsúszni, habár ezek még tényleg elég lassan pörögnek. Következő kis ellenfelünk ez az elektromos angolna, mi nem tudjuk legyőzni, de ő le tud győzni minket. Itt a következő alkalom, amikor el kell gondolkozni, na itt akkor milyen jó a reakció ideink. Pontosan kell a kettő lapát között átcsúsznunk, és akkor mehetünk tovább. A platformok ezek itt nem süllyednek el, úgyhogy mehetünk tovább. Ezek a kis takarító robotok el. Jobb szélen az a két nitro, ajjaj. Checkpoint, és egy újabb ellenfél. Ez a kis robotpatkány, vagy egy nagyon érdekes dolog ez, hogy ide lent itt van, de legyőzzük őket. Oké, tovább. Aha, és most kezdődik az érdekesség. Kérem szépen így a maszkot. Balra mehetünk, a Wumpa jelzi az utat, jobbra pedig a semmi. Nézzük meg, mi újság van itt jobbra, nincs itt semmi. Hát csak a nitrók támadása, meg itt középen itt van ez a doboz, jó, összetörtem. Na de, pálya betöltő képernyőjén már ott volt egy tipp, hogy nem minden az, aminek látszik. Ez a sok nitró, minek van itt, az egy dolog, de ez a fal. Ez hamis. Próbáljunk átugorni rajta. Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Itt át is tudtunk jutni, és akkor itt vagyunk. Hát így itt vagyunk ezen a titkos helyen. Ez az a szakasz, ami nekünk elvezet. Ami minket elvezet a zöld drága kölyhöz. Jó, menjünk is. Itt a nitrókat kikerül. Wow, semmi baj. Úgyis el kell veszítenem majd a maszkokat. Itt kell ügyesen a platformokon átugrálni. Ide, és aztán ide, ahogy bejövünk. Akkor még itt van egy csapda. Patkány még ott volt a sarokba, viszont szakasz végén itt van ami szép zöld drága kövünk, aj de jó, megvan, nagyon örülök neki, és akkor vissza is mehetünk, vagy pedig itt megvárhatjuk, amíg ez a csapda, ez a csapás legyőz minket, és akkor visszamegyünk a checkpointra, és innen akkor folytatjuk a végigjátszást. Szerintem nagyon királyú megvannak oldva ezek, nem olyan, hogy na teljesítsd a pályát úgy, hogy nem halsz meg egyszer sem, mert jó, abban is van kihívás, de itt ezek a drága kövek, a színes drága kövek úgy el vannak rejtve, ilyen trükkösen, nekem nagyon tetszenek. Itt van ez a hordó is például, habár ez nyilván a jövőre egy kicsit kitekint, de a Crash Team Racingbe azt a hordót úgy visszahozták a pályákra. Szeretettel készítették ezeket a játékokat, az biztos. Következő bónuszpálya. Lássuk itt a csatorna rendszeres bónuszpálya milyen lesz. Röpke 14 darabot kell nekünk összetörni, nem lesz túl nehéz, főleg, hogyha így egymás után itt van egy rakat. Oké, már is megvan 11, meg még kell itt még egy, hát ez gyors volt. 14/14. Oké, és akkor checkpoint ide, mehetünk tovább. Hoppa, ne támadj. Itt pont szembe vagyunk ezzel az akadállyal, ez jó lesz. Csúszunk egyet, és akkor megint dönthetünk. Balra megyünk a bumpákkal, vagy pedig jobbra a semmiséggel. Most menjünk balra, kövessük a bumpákat. Eljövünk idáig, már is láthatjuk, hogy itt egy zsákutca lesz, illetve a szépséges kristályunk itt van. Ezeket törjük össze a hasalással. Na de már zsákutcával találkoztunk ott a nitróknál, figyeljétek meg ezt a kaput. Megyünk, nekiugrunk, pörgünk, és itt sem. Itt nincs semmi, egyszer volt ilyen. De hát az nagyon jó, hát az nagyon jó ötlet volt. Na menjünk jobbra akkor le. Wow, ez a hordó lassan. Oké, aztán itt a nitrócsaták, meg az angolna van még ott. Jó, ugorjunk ide. Jó, pörgés, mondom pörgés. Még egy pörg, még egy pörg. Ugorjunk rá. A hordók lesznek itt, a kettő között pedig itt ez a patkány. Jó. Le is győztük. A Wumpa vezet minket egy szakadékba, oda majd le fogunk esni, de ne hagyjuk itt hátul ezeket a dobozokat se. Jó, és most visszajöhetünk, és akkor ide leeshetünk. Oké, leestünk ide, a kamera felé jövünk, és megcsodálhatjuk Crash szépségét, aztán mehetünk előre. Összetöröm ezt a dobozt, elpörgetem ezt a felkiáltó jeleset, a nitrókat, összetöröm ezt. Itt a játék megmutatja, így gyakorolhatsz, hogy mi ez az új mechanika. Checkpoint, na és innen már kezdődik a valóságban. Ó, egész gyors, egész gyors. Jól van, mert az második és harmadik játékban nem volt valami túl gyors, kifejezetten lassú volt, de itt azért még azt mondom, hogy na jó, nem is rossz, na oké, jó, ennek örülök. Itt az ellenfelek olyanok, hogy támadnak, úgyhogy vigyázni kell velük. Egyébként itt lehet pörögni, de hát ezeket nem lehet legyőzni, ezek nagyon szúrósak. Itt is van például, de ez csak itt áll és bám. Wow, nézzetek csak rá!
rá. Ennek még szája, szeme is, füle? Ó, oh, de érdekes, ez nem tűnt fel a Crash 2-be, szerintem ezt most adták hozzá, hogy így a szeme ennyire. Addig is követett így, de sokkal jobban ki van dolgozva, én úgy érzem. De még mindig nagyon szúros, hú. Jó, és akkor megvan a drága kő. Mind a három gyűjteni való is. Na ez egy sikeres menet volt, megvan a kristály, megvan a dobozok összetöréséből a sima drága kő, és megvan a zöld drága kő, ez nagyon jó. Úgyhogy megérdemli Crash a táncot, hadd táncoljon, de jön egy üzenet a tánc után. Cortex jelentkezik, 10 megvan a 25-ből, ezen túl már nem fog gyakran hívni minket, nagyon rossz a vonal, de számít ránk. Na jól van akkor, befejeztük ezt a pályát is, viszont már lezárták a pályákat, mert nem mehetünk sehova, csak a fő bossra.